Ott jártunkkor Esberger Terézia éppen paprikát szedett, amiből a péntek délutáni Bácsalmási gasztróudvarba és a szombati Bajai piacra is fog kivinni. Elmondta, biotermelőként fontosnak tartja a hatóságok azon intézkedéseit, amelyek valóban megvédik az érdekeit, például az őstermelői igazolványok rendszeres ellenőrzését. Azonban szerint elsősorban az emberek szemléletváltására lenne szükség a termelői piacok és az azokon kínált áruk érdekében. Meg kellene nézni, tehát végig kellene gondolni, hogy hol vásárolunk, mit vásárolunk. Tényleg komolyabban utána kellene nézni annak, hogy ki mit termel, milyen körülmények között termelni, és akkor ha a saját magunknak akarunk kedvezni, akkor kiválasztani azt, ami a saját véleményünk szerint a legjobb. Ez pedig itt már a Szeremlén gazdálkodó Vidéki Péter portálja. Itt is teljesen vegyszermentesen termesztik a zöldségeket, és készítik el a híres szörpöket. A kistermelő elmondta, érződik, hogy kialakult egy trend, nőtt a kereslet a bio és a termelői áru iránt. Ők is több családot látnak el rendszeresen zöldséggel, gyümölcsel, és igyekeznek népszerűsíteni az egészséges termékeket a piacokon is. Azonban ezeket ketté kell választani, mondta Vidéki Péter. Vannak ezek a tehát kifejezetten termelői piacok, meg vásárok, amik, ahova nyilván nagyon tudatosan mennek azok a vevők, akik keresik a kistermelők vagy őstermelőknek a termékeit. A heti piac az egy másik történet. Ott kevésbé van ez a tudatosság meg. Minket azt tart fenn, hogy a tudatos vásárlók vannak. Baján és környékén is van tehát kereslet a helyi termelői élelmiszerek iránt, de a vásárlóknak valószínűleg még idő kell ahhoz, hogy célirányosan csak ezeket keressék. Pedig a lehetőség adott, hiszen a városban a szerdai és szombati piac mellett több olyan rendezvény van, amely ezek népszerűsítését hivatott szolgálni. Gondoljunk csak például a hagyománynak számító Bácska Kincsei Természeti Napokra, a kertészeti vásárra, vagy akár az Agrárkamara által szervezett Bácskai Napra.